mintegy fél év digitális oktatást követően hétfőn tértek vissza az általános iskolák felső tagozatosai és a középiskolások az intézményekbe. Utóbbiak közül a végzősök ugyanakkor már múlt héten beültek az iskolapadba. Május 3-án a szokott időben elkezdődtek az írásbeli érettségik. Az idei vizsgaszezon rendhagyónak mondható, igaz már tavaly is hasonló formában zajlott, a legtöbb tanulónak csak írásban kell számot adni a tudásáról. A nyíregyházi ötvösben több mint 1000 tanulnak, itt 3 osztály végez idén. Mint az intézmény vezetője a 35 percben elmondta, náluk rendben lezajlottak az írásbelik, természetesen a szigorú járványügyi szabályok betartásával. Szóbeliznie és gyakorlati vizsgáznia csak néhány diákjuknak kell. A tantárgyakat nézzük, akkor ott ugye a testnevelés tantárgyhoz kapcsolódik a gyakorlati vizsga rész mellett. Írásbeli, illetve szóbeli vizsga, és amit említeni tetszett, aki felmentést kapott az írásbeli teljesítése alól, tehát teheti le a szóvonalvizsgát, illetve hát, akinek nem sikerült úgy, mint amire számított, de azért a 12%-ot elérte, akkor ő szóbeli szed. Az írásbeli vizsgák idén május 25-én az olasz nyelvével zárulnak, a szóbelik pedig az emelt szintűekkel június 3-án indulnak. Noha idén érthető okból a legtöbbeknek csak írásbeliznie kell, az intézményvezető szerint szerencsésebb, ha az érettségin mindkét forma megvan. Vannak azért olyan diákok, akiknek az írásbeli feladatok állnak közelebb, hozzá vannak, akik szóban jobban tudják kifejezni magukat, de ugye általában ez úgy jelent meg, hogy az írásbeli után a szóbelin azért mindig volt arra lehetőség, hogy egy kicsit... És ez volt a jellemző, hogy ez kicsit húztak fölfelé a pontokon. Ez volt a jellemző, igen, igen. Mert írásbelin is lehet ugyan nagyon szép teljesítményeket nyújtani, de azért, ha olyan előfordult, hogy valaki nem ért el azt a pontszámot, vagy érdemélt, akkor ez a szóbelin egy jó szóbelivel ezt még tudta javítani. Az elmúlt hónapok kapcsán arról beszélt a műsorban a szakember, hogy a digitális oktatás más megközelítést, módszereket igényel, mint a jelenléti, de semmiképpen sem helyettesítheti azt.